Üdvözlök mindenkit, én Vidákovics Sámuel vagyok. A Keskeny Nyomda CTP részlegén dolgozom, ahol a beérkező grafikai állományok ellenőrzésével foglalkozom. Ezt a videót pedig azért készítem, hogy segítsen vele a Keskeny Nyomdába történő grafikai anyagleadást, ugyanis ha a megfelelő állományokat kapunk állományfeltöltéskor, akkor ezeknek a feldolgozása is gördülékenyebb, és nem utolsó sorban biztonságosabb is lehet. A következőkben az Adobe Illustrator, InDesign, illetve Photoshop grafikai szerkesztő szoftverek nyomdai célú felhasználásához szeretném a szükséges beállításokat megmutatni, illetve azt, hogy ezekből a szoftverekből hogyan mentsük nyomdai PDF-eket, illetve a kimentett PDF-eket Adobe Acrobat Pro szoftver segítségével hogyan ellenőrizzük le, hogy azok valóban megfelelnek a nyomdai gyártás követelményeinek. Ez a videó elsősorban azoknak lesz hasznos, akik a keskeny nyomdában megfogalmazott anyagleadási követelményekkel szemben, mint a PDFX formátumú állományok mentése, illetve a kimeneti színprofilként a gyártási célszintének megfelelő ICC profil beállításával szemben problémába ütköznek. Ez a két anyagleadási szempont azért fontos, mert ha PDFX formátumban mentjük el az állományokat, akkor a PDF szerkezetileg nagy valószínűséggel nem tartalmazhat olyan grafikai elemet, ami a nyomdai feldolgozás során esetleg problémába ütközne. Az ICC profilokat pedig azért kell beállítanunk a gyártási célszintének megfelelő kimeneti színprofilnak, mert az állományban szereplő célmékkel bontások csak akkor definiálhatók konkrét színként, ha hozzárendelünk valamilyen ICC profilt. Ugyanis különböző gyártási technológiákkal vagy különböző ICC profilokkal, ugyanazok a célmékkel bontások különböző színeket jelentenek. Ezért nagyon fontos, hogy az ICC profilokat a szerkesztés, illetve a színek tervezése során végig tudatosan alkalmazzuk. Ezen a két szemponton kívül egyéb anyagleadási paraméterek is vannak, amikről a keskeny nyomda segítség anyagleadás menüje alatt tájékozódhatunk, idevágó fejezetek alatt, mint például a felületkezelések, bizonyos termékeknek a követelményei, illetve általános technológiai követelmények, ilyenek lehetnek vonalvastagságok, kifutók mértéke, hajtásoktól bizonyos távolságok, és egyáltalán hogyan kell szerepeltetni például adott felületkezelést egy állományba, és ehhez hasonlók. Ezekről mind tájékozódnunk kell, még mielőtt a nyomdai állományt feltöltenünk, illetve egyáltalán elkezdenünk szerkeszteni, hogy eleve olyasmit ne tervezzünk, amit esetleg a gyártás technológia nem tesz lehetővé. Mielőtt belekezdenénk a Adobe Illustrator, InDesign és Photoshop szerkesztő szoftverek beállításaiba, valamelyik szoftver beállításokkal foglalkozó fejezetet kiválasztja, például az ICC profilok használata telepítése fejezetet. A lap alján a keskeny cc-preset.zip linkre kattintva letölthetünk egy olyan tömörített állományt, ami már általunk összeállított beállítási fájlokat tartalmaz, amiket javaslunk a szoftver beállításokhoz. Miután letöltöttük ezt a tömörített állományt, csomagoljuk ki. Kicsomagolás után pedig ezt a mappa rendszert fogjuk látni. Elsőként az ICC Profiles mappában található ICC profilokat telepítsük. Ez a PSO Coated V3 és a PSO Uncoated V3. Ezek az ICC profilok használatosak a keskeny nyomdában. A PSO Coated V3-at mázolt alapanyagokhoz, például műnyomó papírokhoz, tervezett grafikáknál kell beállítani. A PSO Uncoated V3-at pedig mázolatlanoknál, mint például offset papírok. Ezeket az ICC profilokat először telepítenünk kell, ugyanis a Adobe Illustrator, Photoshop és InDesign szerkesztő szoftverekben ezek gyárilag nincsenek benne, úgyhogy feltétlenül telepíteni kell, hogy kiválaszthatóak, illetve beállíthatóak legyenek. A telepítés úgy történik, hogy ezt a két színprofilt kijelöljük, jobbklik kattintásával a profil telepítésére kattintunk, és ezzel a profilok már telepítésre is kerültek. A következő beállítás Color Settings mappában található
színbeállítási fájloknak az importálása a szoftverekbe. Ezt egyesével is megtehetjük minden egyes szoftverben, de sokkal egyszerűbb és hatékonyabb, illetve ebben az esetben Acrobatban is kiválaszthatóvá válik majd a színbeállítás, hogyha a User, AppData, Roaming, Adobe Color Settings mappába másoljuk fel őket. Ha az Adobe Color mappában ez a Settings mappa még nem jött létre, akkor ezt manuálisan is létrehozhatjuk, hogy itt a beállítási fájloknál ezt a Settings mappát másoljuk át. Szóval ebbe a Settings mappába kell felmásolnunk a színbeállítási fájlokat, és miután ezt megtettük, a szoftverekben már a legördülő menükben ez kiválaszthatóvá válik mindkét színbeállítás. Mielőtt a szoftverek munkaszínterét megváltoztatnánk, fontos, hogy mindig mentsük el az aktuális színteret, ugyanis ezekkel a korábbi színterekkel szerkesztett állományokat a megnyitásakor egy hibaablak ugrik föl, ami felhívja a figyelmet a megváltozott munkaszintér és a dokumentum szintjének különbözőségére. Ez a hibaablak Illustrator szoftverbe a képernyőn látható módon néz ki. Különböző opciók közül választhatunk, ami mind befolyásolja az állomány színeit, vagy az állomány beállított CMYK bontásokat. És itt egy tudatos tervezői döntés szükséges ahhoz, hogy kiválasszuk a megfelelőt, vagy amennyiben a korábbi állomány szintere tudatosan volt beállítva, akkor javasolt az vissza a szoftvernek a munkaszintérét visszaállítani, hogy a szerkesztés zavartalanul tudjuk folytatni. Ugyanez az ablak InDesign szoftverbe pedig így néz ki, itt is különböző lehetőségeink vannak. Ugye hagyhatjuk a dokumentumot a saját munkaszinterébe, illetve tudjuk alkalmazni a dokumentum szinterét, vagy bármilyen más szinteret, amit mi kiválasztunk. És itt a beágyazott tartalmaknál viszont különböző opciókat tudunk kiválasztani, és ennél a ponton nagyon tudatosan kell eljárnunk, hogyha a színeket következetesen akarjuk beállítani. A szoftverek színbeállítását egységesen is a leggyorsabban és legpraktikusabban Adobe Bridge használatával tudjuk beállítani, méghozzá az Edit vagy Szerkesztés menünél a színbeállítások vagy Color Settings ablakban. Az ablak tetején található egy szinkronizálási ikon, ami jelzi, hogy a szoftverek nincsenek szinkronizálva. Ha az Adobe Color Settings mappába felmásoljuk a színbeállítási fájlokat, akkor itt a listában azokat ki tudjuk választani, és kijelöljük őket, és az alkalmaz gombra kattintva az összes szoftverben egységesen be tudjuk állítani. Ha újból megnyitjuk a színbeállítások ablakot, akkor láthatjuk, hogy a szinkronizálás logó most már egyben van, és illetve jelzi, hogy most az összes szoftvernek egységes színbeállításai vannak. Ez azért is praktikus, mert a szerkesztés során, ha a képeinket Photoshopban készítjük, a vektoros elemeket Illustratorban, majd ezeket InDesignba állítjuk össze egy kiadványjá, akkor minden egyes elem színkezelése egységes lesz, és így nem kell a későbbiekben, esetleg a mentéskor vagy az importálásnál valamilyen konverziót külön alkalmaznunk. Egyébként a szerkesztés során javasolt minden egyes elemet a célszintérnek megfelelő módon elkészíteni, és azokat úgy használni, hogy a későbbiekben elkerüljük a keveredést vagy a színek, beállított színeknek a megváltozását. Minden esetre a tudatosság ebben is nagyon fontos. A következőkben azt szeretném bemutatni, hogy a Photoshop, Illustrator és InDesign szoftvereket hogyan állítsuk be nyomdai célú felhasználáshoz, illetve hogyan mentsünk belőle PDF-eket. Ehhez a letöltött tömörített mappában található beállítások közül az InDesign, Illustrator mappában találhatókat fogjuk használni, illetve a PDF presets mappában található PDF-mentesi beállításokat. A hibrid mappában szintén egy PDF-mentesi beállítás van, hibrid rácsos munkákhoz. Ez egy nagyon minőségű nyomtatást tesz lehetővé, mint a standard PDF presets mappában található AM rácsos beállítás, ugyanakkor nagyobb képfelbontás is követel. Kezdjük is el a Photoshop szoftver beállításával. Photoshop munkaszinterének a beállítása, ha azt nem Bridge-ben tesszük meg, akkor az Edit menü alatti Color Settings ablak megnyitásával történik, vagy Shift-Ctrl-K billentyű kombináció leütésével.
Itt a Save gombra kattintva tudjuk elmenteni ha az aktuális, vagy korábbi, vagy bármilyen színbeállítást, amit használunk, vagy szeretnénk megőrizni. A Load gombra kattintva tudjuk betölteni a keskeny nyomda weboldalra letöltött színbeállítási fájlt, hogyha azt nem másoltuk fel az adott color mappába. A Settings legördülő menüben pedig a meglévő színbeállítási fájlok közül tudunk választani. A Working Spaces résznél, amennyiben ettől eltérő RGB profilt használunk, akkor célszerű azt átállítani arra, hogy a színeket valóban helyesen tudjunk szimulálni. A CMYK Gray, illetve Spot színeknél látható, hogy a PSO Coated V3 a színtér, amiben dolgozni fogunk, illetve minden Color Settings ablakban található egy szinkronizálás embléma, ami jelzi, hogy a többi szoftver és e szerint a színbeállítás szerint van beállítva. Az OK gombbal ezt a színbeállítást tudjuk véglegesíteni. Miután létrehoztunk egy dokumentumot, vagy elkezdtünk szerkeszteni egy grafikában, az első lépés, hogy az Image Mode menünél mindig a CMYK Color legyen beállítva. Továbbá alul itt van egy kis fülecske, amire ha rákattintunk és a dokumentum profilt állítjuk be, akkor itt mindig azt fogjuk látni, ami ilyen színtérben éppen dolgozunk. Ami Photoshopban fontos, hogy a View menünél állítsuk be a Proof Colors-t a színek szimulálásához, illetve a Proof Setup-nál, ha kiválasztjuk a Custom lehetőséget, és leellenőriztük, hogy a célszintén PSO Coated V3, akkor be tudjuk állítani a papír szimulációt, illetve a fekete festék szimulációját. A beállítást az OK gombbal tudjuk véglegesíteni, illetve a View menüben tudjuk mindig bekapcsolni. Ha Photoshopból szeretnénk nyomdai PDF-et menteni, erre ugyanúgy van lehetőség, ugyanakkor zárójelben megjegyezném, hogy ez legfeljebb egy szórólap vagy egy poster esetében javasolt, ugyanis a Photoshop nem igazán alkalmas komplexebb grafikák megszerkesztésére. Ha mégis innen szeretnénk nyomdai állományt menteni, akkor importáljuk a Photoshopba a letöltött PDF mentési beállítást. Ezt az Edit menü alatt az Adobe PDF Presets ablakban tudjuk megtenni. Itt a Load gombra kattintva ki tudjuk választani a letöltött beállítási fájlok közül a PDF Presets mappában található PDF mentési beállítást, vagy amennyiben magasabb minőségű hibrid rácsos nyomtatásra készülünk, akkor a hibrid mappában található PDF mentési beállítást, illetve miután kijelöltük, vagy kétszer rákattintottunk, vagy a load gombra kattintottunk, akkor a beállítási fájl megjelenik a Adobe PDF Presets ablakban, a Done gombbal pedig be tudjuk zárni ezt az ablakot. Maga a PDF mentés pedig úgy történik, ha a File menüben a Save as gombra kattintunk, ezután kiválasztjuk a mentés helyét, a file név értelemszerűen elnevezzük a fájlt. Zárójel, a fájl megnevezéseket érdemes mindig tudatosan kiválasztani, hogy tartalmazzon valamilyen információt a beazonosításhoz a későbbiekben. Zárójel bezárva, a fájl típus legördülő menünél válasszuk ki a Photoshop PDF lehetőséget, majd kattintsunk a mentés gombra, és megjelenik a PDF mentési ablak. Az Adobe PDF Presets legördülő menünél, ha lenyitjuk, ki tudjuk választani az importált PDF mentési beállítást, a standardeknél be tudjuk állítani a PDF X formátumot, itt alatt találjuk a PDF mentés beállításnak a rövid leírását, az Options fűnél pedig ezek legyenek így beállítva. Compression fűnél láthatjuk, hogy a 400 ppi fölötti képeket 300-ra fogja visszavenni ez a PDF mentési beállítás, illetve a tömörítési beállításokat látjuk. Az Output menünél a Colornál a célszintér PSO Coated V3,
és akkor a konverziósénél azt állítottuk be, hogy minden szint a célszintének megfelelően fogunk konvertálni. A PDF X résznél pedig láthatjuk, hogy a kimeneti színprofil a munkasz a szintére vagy célszintére egyező PSOQ-tit V3 lesz. A security főnél nem javasolt semmit se beállítani, ugyanis jelszóval védett állományokat nem tudunk feldolgozni. Vagy ha mégis beállítunk ilyesmit, akkor mindenképpen a jelszót is meg kell adni anyagleadáskor, de javasolt inkább ezt az opciót elkerülni, mert csak nehezíti a munkát. A szemerű résznél pedig a PDF mentés beállításainak összegzését láthatjuk, illetve a warnings ablaknál az esetleges hibákat fogja jelezni a mentési ablak, ami megakadályozza azt, hogy a beállítást megfelelően elmentsük. A Save Preset gombbal pedig el tudjuk menteni a PDF mentési beállításunkat, ha esetleg ebbe valamit módosítottunk, egy másik módosított néven, és később tudjuk azt alkalmazni. A standard főnél ugye a PDFX szabványok közül lehet választani. A keskeny nyomda a PDFX 1A 2003-as formátumot javasolja anyagleadáshoz, ugyanis ez egy meglehetősen biztonságos, egyrétegű, transzparenciákat és beállított színprofilokat mellőző PDFX formátum, és tulajdonképpen a nyomdai anyagleadáshoz egy nagyon biztonságos file formátumot tesz lehetővé, illetve szerkezetet tesz lehetővé, ezért javasoljuk. Természetesen bármelyik PDFX szabvány megfelel a nyomdai anyagleadáshoz, különösen kedvelt a PDFX 4 formátum, hiszen ez layereket, transzparenciákat és beágyazott színprofilokat is tartalmazhat. Ugyanakkor, ha ezeket nem megfelelően állítjuk be, akkor az félreértésekhez vezethet a nyomdai feldolgozás során, úgyhogy ezért mi mégiscsak a PDFX 1 2003-at javasoljuk. Maga a PDF mentés a Save PDF gombra kattintva történhet meg, és ezzel el is mentjük a fájlt a Photoshopból. Illusztrátorban mindez a következőképpen néz ki. Az Edit menü alatt nyissuk meg a Color Settings ablakot a Color Settings menüre kattintva, vagy Ctrl-Shift-K billentyű kombinációt lenyomva. A Save menünél el tudjuk menteni az aktuális vagy korábbi színbeállításainkat, hogy azokat később tudjuk alkalmazni. A Load menünél importálni tudjuk a letöltött színbeállítási fájlokat. Ha kijelöljük a színbeállítás és a megnyitás gombra kattintunk, vagy kétszer rá kattintunk a profilra, akkor ez megtörténik. A Settings menüből pedig a már meglévő színbeállítási fájlok közül tudunk választani. Ha ugye az Adobe Color Settings mapparendszerben másoljuk föl a színbeállítási fájlokat, nem pedig a szoftverből importáljuk azt, akkor itt már a legöldülő menüben az megjelenik, és ki tudjuk választani. A Working Spaces-nél, ha más RGB profil használunk, akkor a színek megfelelő megjelenítése érdekében ezt változtassuk meg arra, ami nekünk a legmegfelelőbb, és az OK gombra kattintva tudjuk ezt a színbeállítást véglegesíteni. Miután megnyitottuk a szerkesztendő dokumentumot, az Edit menünél a Transparencia Flattener Presets ablakot nyissuk meg, és az Import gombra kattintva letöltött Illustrator mappában található 2400 Transparency Flattener Presets transzparencia összeolvasztási készletet importáljuk a megnyitás gombra kattintva, hogy a későbbiekben ki tudjuk választani, az OK gombbal pedig be tudjuk zárni ezt az ablakot. Ha az állományunk transzparenciákat tartalmaz, akkor az Object Flatten Transparency ablakot megnyitva tudjuk azokat összeolvasztani még a szerkesztés során. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a PDFX 1A formátumú mentéskor történik meg ez a transzparencia összeolvasztás, illetve a PDF mentéskor piros-sárga felkiáltó jellel fogja is jelezni a PDF mentési ablak, hogy az állomány transzparenciákat tartalmaz, amik összeolvasztásra kerülnek. Úgyhogy természetesen a PDFX 4 formátumot használunk, akkor az megőrzi a transzparenciákat. És ott ez nem probléma. De javasolt a transzparenciákat tudatosan összeolvasztani, még PDF mentés előtt, hogy kontrollálni tudjuk az eredményt, vagy a kimentett PDF-ben ellenőrizzük le, hogy a transzparenciák valóban úgy néznek ki, úgy festenek, ahogy azt mi eredetileg szerettük volna, illetve beállítottuk. A
focinek megfelelő beállításához window menü alatt a Swatches ablakot nyissuk meg, ahol az opció gombra, ha rákattintunk, a Spot Color ablakot tudjuk megnyitni, és itt a Use Lab Values Specified by the Book Manufacturer opciót válasszuk ki a spot színek megfelelő értelmezéséhez. Az OK gombra pedig ezt a beállítást véglegesítsük. Ugyanúgy, ahogy Photoshopban itt is van egy alsó fül, ahol amire ha rákattintunk, be tudjuk állítani, hogy a dokumentum color profilját mutassa. A segítség lehet abban, hogy ellenőrizni tudjuk, hogy megfelelő színtérben dolgozunk-e. A View menünél szintén itt is be kell állítanunk a Proof Colors-t, illetve a Proof Setup-nál, ha a Custom-re kattintunk, és a célszintéret PS Occultit V3-ra beállítottuk, akkor be tudjuk állítani a papír szimulációját, illetve a fekete festék szimulációt, az OK gombbal a beállítást véglegesíteni tudjuk. Illusztrátorban a szerkesztés során nagyon hasznos használni a Window Separation Preview ablakot, amit itt láthatunk, ugyanis itt egyetlen jelölő négyzet bekapcsolásával tudjuk az overpin szimulációt beállítani, illetve a színcsatornák kibekapcsolgatásával tudjuk ellenőrizni azokat, ami offset nyomásnál rendkívül fontos. Amit még a View menüben be kell állítanunk, az Overprint Preview szimulációja, amit ugye nem csak itt a Separation Preview-ban tudunk megtenni, hanem itt a View menüben is az Overprint Preview opciót kiválasztva. Ha elkészült grafikánkat el szeretnénk menteni, akkor a letöltött PDF mentési beállításokat az Edit menü alatti Adobe PDF Presets ablakot megnyitva tudjuk importálni, az Import gombra kattintva. Az Adobe PDF Presets vagy a hibrid mappában található PDF mentési beállítást pedig, ha kijelöljük és a megnyitás gombra kattintunk, akkor tudjuk importálni. Az ablakot pedig az OK gombbal tudjuk bezárni. Maga a PDF mentés pedig úgy történik, hogy a File menünél kiválasztjuk a Save as lehetőséget, majd meghatározzuk a mentés helyét. Értelemszerűen elnevezzük a file nevet, itt is minden PDF mentésen célszerű valamilyen logikus file nevet kitalálni, ami segít minket a beazonosításban. A file típusánál pedig legörgetve az Adobe PDF opciót válasszuk ki, majd kattintsunk a mentés gombra. Ezután megjelenik a PDF mentési ablak, az Adobe PDF Presets legőrzülő menüben pedig ki tudjuk választani az importált PDF mentési beállítást. A description-nel láthatjuk ennek a leírását, illetve amennyiben az Options-nál, amennyiben szeretnénk megjeleníteni a PDF-et mentés után, ami rendkívül praktikus, és minden PDF-et le kell, vagy javasolt leellenőriznünk a mentés után, akkor bepipálhatjuk a View PDF After Saving lehetőséget. A Standard főnél tudunk választani a PDF X szabványok közül, a keskenyomra a PDF X-edjel 2003-as formátumot használja, de bármelyik PDF X szabványnak való megfelelő állomány alkalmas nyomdai anyag leadása, természetesen a legbiztonságosabb módja a PDF X-edjel 2003, mint ezt korábban már említettem. A Compression menünél láthatjuk, hogy a 400 ppi fölötti képeket ez a PDF mentési beállítás 300-ra állítja vissza, illetve az egyéb tömörítési beállítások láthatók itt. A Marks and Bleeds menünél itt csak a trimboxot, trim marks vagy vágójeleket érdemes alkalmazni, esetleg a page information jelölményzetet érdemes még kijelölni, a registration markokat, illetve a color bárokat beállítását kerüljön ez csak, feleslegesen kerül bele az állományba, ezeket a nyomda helyezi fel a montírozott ívekre adott gépeknek megfelelő jelekkel. Szóval ezeket nem szükséges beállítani, teljesen felesleges. A vágójelek távolsága nyilván terméktől függő, javasolt standardként mondjuk a 2 mm közelebb semmiképpen sem ne legyen egy katalógus esetében, vagy egy szórólap esetében, de inkább legyen 3. Mi itt 5 mm-t állítottunk be, ez egy meglehetősen biztonságos távolság, javasoljuk, hogy ezt használják.
A Bleeds résznél, ha a Use Document Bleed Settings jelölényzetbe van állítva, akkor látható, hogy a dokumentumban eleve beárazott kifutók lesznek használva a PDF, kimentett PDF-ben is. Az Output menünél, a Color Fill-nél, a Destination-nél, a munkaszintnél a PSO Coated V3 van beállítva. Ugye most ez egy műnyomó alapanyagra tervezett grafika, tegyük fel. Nyilván, hogyha nem ez, akkor a munkaszintet is megváltoztatjuk, de alaphelyzetben itt a munkaszintér beállításai jelennek meg, úgyhogy mindig le kell ellenőrizni, hogy itt mi van beállítva az Output fűnél. A Color Conversation fűnél pedig ugye a célszintérnek megfelelően számok megtartásával konvertáljuk a színeket. A PDFX résznél látható, hogy a PDF-nek a kimeneti színprofilja PSO Coated V3 lesz, ami a munkaszintére, illetve a célszintére megegyező. Az Advanced beállításoknál a beágyazott betűkészleteket tudjuk korlátozni. A Security fülnél ugyancsak ne állítsunk be semmit, mert jelszóval védett állományokat nem tudunk feldolgozni, vagy legalábbis, ha még jelszót kapunk is hozzá, az meglehetősen komplikált. A summary vagy legalábbis nem kényelmes és nem praktikus. A summary résznél pedig a PDF mentés összefoglalóját tudjuk látni, azt el tudjuk menteni, a warnings ablakban pedig a problémákra hívja fel a figyelmünket a PDF mentési ablak. A PDF-ünket a Save PDF gombra kattintva tudjuk elmenteni. Az InDesign beállításai a következőek. A színbeállításokat itt is a többi szoftverhez hasonlóan az Edit Color Settings ablakot megnyitva tudjuk importálni, illetve beállítani vagy elmenteni. Ha Load gombra kattintunk, akkor tudjuk importálni a letöltött színbeállítási fájlokat. Amennyiben ugye felmásoltuk az Adobe Color Settings mappába azokat, akkor itt a Settings menünél már megjelenik. Ha legördítjük, akkor itt a meglévő színbeállítások közül tudunk választani. A Working Spaces-nél, ha más RGB profilt használunk, akkor ezt változtassuk meg a színek megfelelő szimulációja érdekében. Az OK gombbal pedig a színbeállítást tudjuk véglegesíteni. Miután elkezdtük szerkeszteni a dokumentumot, vagy elkezdenünk szerkeszteni a dokumentumot, letöltött InDesign mappában található beállításokat importáljuk, illetve tegyük beállítsuk be összes többi beállítást is, ezen végigmegyek most sorban. Az Edit menü alatt a Transparency Blending Space-nél ügyeljünk rá, hogy mindig a CMYK legyen beállítva. A Transparency Flattened Presets ablakot megnyitva importálni tudjuk az InDesign mappában található transzparencia összeolvasztási készletet, vagy beállítási fájlt, ha a Load gombra kattintunk. Az InDesign mappában ki tudjuk választani a 2400 ppi Flattened Preset beállítást, vagy dupla kattintással, vagy a megnyitás gombra kattintva a beállítás importálásra kerül, és az OK gombbal be tudjuk zárni a Transparency Flattener ablakot. A következő beállítás, hogy a Window menünél, Color-nál található Swatches menüt, ha megnyitjuk, akkor kattintsunk az Opciók gombra, és itt az Ink Manager ablakot nyissuk meg, ahol a Use Standard Lab Values for Spot beállítást, illetve a jelölő négyzetet tipáljuk be. Majd kattintsunk az OK gombra, a spot színeket a lab értékei, lab értékek szerint definiáljuk. A megfelelő megjelenítés érdekében View menüben állítsuk be a Proof Color-t, illetve a Proof Setup-nál, ha a Custom-be kattintunk, és az eszköznél beállítjuk a célszintérnek megfelelő PSO Coated V3-at, be tudjuk pipálni a papír szimulációt, illetve a fekete festék szimulációját, majd az OK gombra kattintva a beállítást tudjuk véglegesíteni. Itt is akárcsak Illustratorban nagyon fontos, hogy az overpin szimulációt használjuk, ugyanis ez elengedhetetlen a offset gyártása tervezett grafikáknál, illetve a Window menü alatt az Outputnál találjuk meg a Separation Preview ablakot, akárcsak Illustratorban, ahol a színcsatornákat tudjuk ellenőrizni. A szerkesztés során van lehetőségünk az InDesignban egy preflightot futtatni, amit szintén a Window Output
preflight ablakot megnyitva tudunk importálni, illetve beállítani. Ha ide az opció gombra kattintunk, define profile ablakot megnyitjuk, akkor tudjuk szintén az opció gombra kattintva a load profile-t kiválasztva importálni az InDesign mappában letöltött preflight beállítási fájlt, vagy kétszer rákattintunk, vagy a megnyitás gombra kattintva, ez már itt megjelenik, kattintsuk utána az OK gombra, és itt a profiloknál a legörgülő menüben ki tudjuk azt választani, ami ellenőrzi a dokumentumot, hogy megfelel-e az itt beállítottaknak. Ezt a preflightot a szerkesztés során meg tudjuk nyitni, és kibe tudjuk kapcsolgatni, ugyanis egy nagyobb méretű dokumentum esetén ez meglehetősen lassítja a munkánkat, és egy célszerű ezt időnként kibe kapcsolgatni. Maga a PDF mentés InDesignban a következő módon történik. Itt is telepíthetjük a letöltött PDF mentési beállítások valamelyikét. Ezt úgy tesszük meg, hogy a File menü alatt Adobe PDF Presets-nél megnyitjuk a Define ablakot, ahol a Load gombbal tudjuk importálni. Adobe PDF Presets mappában található beállítást a kétszer kattintva, vagy a megnyitás gombra kattintva ez importálásra kerül, majd a Done gombbal be tudjuk zárni az ablakot, és mikor a PDF-et mentjük, ugyanígy a File menünél, Adobe PDF Presets-nél a lista alján már látjuk a PDF mentési beállítást. Ha erre kattintunk, akkor a PDF mentés már eszerint fog történni. Kattintsunk rá, majd jelöljük ki a PDF mentés helyét, nevezzük el a fájlt logikusan, hogy az majd később beazonosítható legyen. A fájl típusa értelemszerűen Adobe PDF, majd kattintjunk a mentés gombra, és megjelenik a PDF mentési ablak. Felül, mint látjuk, már a PDF mentési beállítás jelenik meg. Ezt meg tudjuk változtatni bármikor, bármilyen más beállításra, ami rendelkezésünkre áll, ha legördítjük ezt a menüt. A standardnél látjuk, hogy a PDF X1-jel 2003 szabvány van beállítva. Itt szintén a menüben beállíthatunk valamelyik másik PDF X szabványt. Ugye a PDF X1-jel 2003-at javassuk ennek egyszerűsége és biztonságossága érdekében, ugyanis nem tartalmaz transzparenciákat, sem beágyazott színprofilokat és layereket. Amennyiben ezeket használjunk, illetve ezeket tudatosan használjuk és jól vannak beállítva, akkor PDF X4 formáton is megfelelő lehet. Pages View-nél be tudjuk állítani, hogy mely oldalakat mentjük el, illetve hogy ha a Pages View van bepipálva, akkor az oldalakat külön fogja elmentenie. Soha ne mentsük el oldalpárokban az oldalakat, mert ez később csak problémát okoz a feldolgozás során. A View PDF After Exporting tipát érdemes itt is bekapcsolni, ha a mentés után meg akarjuk nézni a PDF-et, de fele akarjuk ellenőrizni, ezt mindig javaslom. A Compression menünél látható, a Color Images-nél, hogy a 400 pp feletti képeket 300-ra veszik vissza, ugyanez a Grayscale képeknél, illetve itt a Monochrome képeknek a beállításai láthatóak. A Marks and Bleed menünél szintén csak a vágójeleket célszerű beállítani, esetleg a Page Information-t, Bleed Markokra, illetve kifutójelekre, illetve Registration Markokra vagy Color Barokra nincsen szükség, ezeket mi állítjuk be a montírozás során a nyomdában. A vágójelek távolsága, hát minimum 2-3, ez egy extra biztonságos távolság, javasoljuk ezt használják. A Bleed and Slug résznél, ha a Use Document Bleed Setting be van állítva, akkor a dokumentumon beállított kifutók lesznek alkalmazva. Ha kikapcsoljuk, akkor ezen tudunk változtatni. Az Output menünél a Colors-nál a célszintére, a munkaszintére egyező PSO-kód itt V3, illetve itt a Color Conversion-nél konvertálunk minden szint a célszintének megfelelő a számok megőrzésével. Természetesen ezekkel a beállításokon lehet változtatni a céljainknak megfelelően. A Link Manager itt is elérhető, itt is be tudjuk állítani a spot színek lap szerinti használatát. PDF X résznél látjuk, hogy a PDF kimeneti szintere, vagy kimeneti színprofilja a munkaszintjének megfelelő PSO coded V3 lesz. Az Advanced menünél a beágyazott betűtípusokat tudjuk korlátozni, illetve a Transparency Flattenernél az importált 2400 pp beállítást be tudjuk állítani.
Természetesen, ha ezt nem akarjuk használni, akkor az alapbeállítást ként általában megjelenő High Resolution beállítást javasoljuk. A Security-nél ne legyen beállítva semmilyen jelszó, ugyanis ezek megnehezítik, illetve ellehetetleníthetik az állományok feldolgozását. A Summary-nél pedig a PDF mentésünknek a beállításait tudjuk, vagy összegzését láthatjuk, el tudjuk menteni. Ha módosítunk a beállítást, akkor a PDF mentési beállítást, akkor a PDF mentési beállítást is el tudjuk menteni külön, hogy aztán később újban használjuk. Illetve a Warnings menünél láthatjuk az esetleges problémákat, amiket javítanunk célszerű a mentés előtt. Az Export gombra kattintva pedig megtörténik a PDF mentés. Miután elmentettük a PDF állományokat, azokat minden esetben ellenőrizzük le legalább Acrobat Pro-val. Ehhez elsősorban először állítsuk be az Adobe Acrobat Pro-t is. Ezt az Edit menünél a Preferences generál ablakot megnyitva tudjuk megtenni. A Page Display lehetőségeknél itt látható beállításokat használjuk, ami nagyon fontos, hogy a Use Local Fonts legyen kikapcsolva, illetve a Use Page Case is. A Use Overview Preview-nál mindig az Always legyen beállítva, és a Default Transparency Blending Color Styles is legyen a Working CMYK-ra állítva. Color Management résznél pedig a Settings menüben, a legördülő menüben ki tudjuk választani az Adobe Color Settings mappába felmásolt színbeállítások közül a nekünk szükségeset. Az OK gombbal a beállításainkat tudjuk véglegesíteni. A nyomdai fájlok ellenőrzésé használandó eszközöket a Azoknál a Print Production résznél találjuk meg. Itt különböző eszközök állnak rendelkezésünkre, amik közül az Output Preview ablak, ami nagyon hasznos, hogy ellenőrizni tudjuk az állomány színeit, illetve ha beállítjuk a Simulate Overprintinget, akkor ugye a felülnyomást tudjuk kibe kapcsolni. Ha beállítjuk a Show Artbox, Trimbox and Bleedboxist, akkor ugye látjuk a különböző boxokat. Itt is be tudjuk állítani a papír, illetve a fekete festék szimulációját a megfelelő megjelenítés érdekében, illetve tudunk szimulációs profilt is választani. Amennyiben az állományunk PDFX formátumnak megfelelően van mentve, és van benne kimeneti színprofil beállítva, akkor a Simulation profilnál Output Intent 2-es pont jelzéssel kiírja nekünk, hogy most éppen a kimeneti színprofil szerint szimulálja nekünk az állományt. A PDF X szabványoknak való megfelelőséget a legegyszerűbben akkor tudjuk ellenőrizni, már ha PDF X formátumot mentünk, illetve úgy tudjuk ellenőrizni, hogy itt oldalt megjelenik egy szabványok ikon, ami jelzi, hogy ez PDF X formátumú, illetve jelzi a kimeneti színprofil, és itt Verify Conformance gombra kattintva le is tudjuk ezt ellenőrizni, és már látjuk is, hogy PDFX szabványnak megfelelő. Ha ennél precízebb ellenőrzést szeretnénk, akkor célszerű alkalmazni a több beállítási fájlokkal letöltött Acrobat mappában található preflight rutint. Ezt úgy tudjuk importálni a szoftverbe, ha itt a nyomdai gyártás eszközöknél a preflight eszközt megnyitjuk. Itt kattintsunk az Options fűre, az Import Profile opciót kiválasztva az Acrobat mappában található beállítás dupla kattintásra vagy a megnyitás gombra kattintva le tudjuk importálni, és itt már a Imported Profiles fűnél már látható is. Ha itt oldalt erre a pici fűre kattintunk, akkor már a kedvenceik közé is tudjuk tenni, és ha itt a favoritokat állítjuk be, akkor már meg is jelenik. Ha itt kint a szabványoknál ellenőrizzük a fájlt, akkor az általános PDFX szabványosságot tudjuk ellenőrizni. A letöltött profil ennél egy fokkal szigorúbb ellenőrzést tesz lehetővé, illetve kifejezetten a keskeny nyomda által összeállított paraméterek szerint ellenőrzi a fájlt. Az ellenőrzést pedig az Analyze gombra kattintva tudjuk lefuttatni. A kardinális hibákat piros X-szel jelöli, a figyelmeztetéseket ugye sárga háromszöggel itt a felkiáltó jellel jelzi, és ha például minden rendben lenne az állományunkon, akkor egy zöld pipát láthatnánk, és kiírja, hogy no problems found.
Ez egyébként nagyon ritka, mert például, ha már spotszínek vannak az állományban, azt is sárga felkiáltó jellel jelzi, nem feltétlen, tehát ez nem feltétlenül azt jelenti, ha kapunk egy sárga felkiáltójat, hogy az állomány problémás. Még sok esetben a piros X sem jelent igazi problémát, ugyanis ezt a rutin mindig értelmeznünk kell, és a szándékaink, illetve a beállítások szerint tudatosan kell kezelnünk őket, és azt kell javítani, hogy valóban problémás. Itt például láthatjuk, hogy RGB van benne, transzparencia van benne, ami nem feltétlen problémás, mondjuk ez egy PDF X4-es állomány, mi a transzparenciánkat jól állítottuk be, és nem RGB a keverési szintenek például. Illetve látjuk, hogy alacsony felbontás is van benne, ami megint csak hiba, le kell cserélnünk a képet. Egyébként, hogyha itt ezt a fület lenyitjuk, akkor ha az adott elemre rákattintunk és a show gombot megnyomjuk, akkor látjuk, itt egy szaggatott vonallal kijelöli a Trifly-t, hogy hol található a problémás elem, és tudjuk, mit kell javítanunk. Preflight ablakban egyéb profilok is találhatóak, méghozzá a Prepress főre megyünk. Itt a GVG vagy a Gantt Work Group szervezetnek találhatóak meg a ajánlott és ingyenesen elérhető Preflight profiljai. Ezek közül ellenőrzésre, illetve javításra a SheetViv Offset CMYK Spot Color High Resolution profilt ajánljuk offset gyártáshoz, illetve amennyiben PDF X4-es állományt mentünk el, akkor itt a felső főnél a Preference Color and Transparency lehetőséget kell kiválasztanunk, és itt a szintén a Prepress főnél, vagy Prepress főnél a SheetViv Offset CMYK Spot Color GVG 2015-ös beállítást javasoljuk ellenőrzésre és javításra. A hibákat célszerűbb inkább forrásfájban javítani, nem pedig utólag, hiszen ha bármit módosítunk, ezeket mindig újra és újra javítani kellene. Hát lényegében ennyi a nyomdai állományok mentése, a kiadvány szerkesztő szoftverek beállítása, illetve a kimentett PDF állományok ellenőrzése. Ha ezekkel kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, akkor az itt látható elérhetőségem, keressenek fel bennünket bátran. Mindenkinek sikeres állománymentéseket, illetve grafikai szerkesztést kívánok, és köszönöm a figyelmet!